Évente két alkalommal szervez adományozó ünnepséget a Samsung magyarországi gyára Jászfényszoron. A társadalmi felelősségvállalás központi szerepet tölt be a világcég életében. Szerda délelőtt ennek részeként választottak ez alkalommal összesen 14 intézményt, hogy készülékadománnyal segítsék munkájukat. Engedjék meg, hogy egy rövid látogatásra hívjam Önöket a Samsung Electronics magyarországi gyárába. A három évtizede Magyarországra érkezett dél-koreai cég történetéről, elért eredményeiről szóló bemutatót követően a cég elnöke köszöntötte a gyárba érkezett intézmények, szervezetek képviselőit. A nyomvállalatunk nyomatékosan kihangsúlyozta a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, természetesen mindez elvárás a világszerte elhelyezkedő leányvállalatainktól is. Kórházak, iskolák, hivatalok munkáját segíti az átadott összesen 40 készülék. Az érintetteknek az elnök nyújtotta át a támogatásról szóló oklevelet. Nagyon köszönöm. A járságból három intézmény részesült ajándékban. A jászfényszorai polgármesteri hivatal és a helyi rendőrség közös adományt kapott. A két tévékészüléket a nemrég felújított rendőrös épületébe helyezik el. Nagyon fontos a biztonság megteremtése, a közlekedés biztonság megteremtését is értem ez alatt. Jászfényszoron már mintegy 50 kamera az, amely követi, vagy nyomon követi az ipari parknak, illetve a város különböző részeinek a biztonságát, és ezek a televíziókészülékeken fogják majd a rendőrség dolgozó, illetve a mi köztisztviselőink nyomon követni, hogy a különböző tereken mik történnek, hogyan történnek. Az oktató munkát segíti az adomány a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban, ahová két monitor és egy tévékészülék került, valamint az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi kampuszán. A kampuszon néhány napon belül már használhatják is az öt monitort és az átvett televíziót. Elsősorban itt ugye a tanítóképzésben, illetve a kisgyermeknevelő képzésben van ennek fontos, tehát a pedagógus képzésben van ennek nagyon fontos szerepe, hiszen olyan szemléltetéseket lehet bemutatni, amelyhez mondjuk egy hagyományos eszközök vagy a már meglévő eszközeink nem feltétlenül alkalmasak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel az oktatás minőségét mindenképpen javítani tudjuk, illetve a televíziókon kívül kapott monitorokkal pedig tudjuk pótolni azokat a mondjuk elavult eszközöket már, amelyek nem feltétlenül alkalmasak már a munkára. Az adományozás mellett más lépéseket is terveznek a fényszorói gyár munkatársai. Különböző tevékenységeket végzünk, kollégáinkkal közösen megyünk önkormányzatokhoz, kórházakba, iskolákba, óvodákba, felújításokat végzünk, festéseket, javításokat hozunk létre közösen. A résztvevők mindegyike további együttműködésre számít, hiszen az eszközadományok segítséget nyújtanak a közösségért végzett munkához.